május 11-én ökodivat bemutató helyszíne volt Balatonboglár. A Nemzeti Divatliga Magyarország Egyesület szervezésében egy 4 napos nemzetközi konferencia sorozat zárásaként a 6. fenntarthatósági divathét ökodivat bemutatóján 4 tervező mutatta be kollekcióját. Sok szeretettel köszöntjük a kedves vendégeket. Szeretném elmondani, hogy befejeztük a 4 napot a Global Sustainable Fashion Week, vagy a globális fenntarthatósági divathét 4 nagyon erős napját. Nagyon érdekes konferenciák voltak, és most azt szeretnénk, hogy itt Balatonbogláron havatortán legyen egy nagyon szép divatbemutató. Elsősorban szeretném köszönteni és megköszönni azt a pozitív hozzáállást ehhez az egész szervezéshez a Balatonbuglári önkormányzatnak és Mészáros Miklós polgármester úrnak, aki a főnöke lett ennek a nagy eseménynek, és a képviselőtestületet is köszöntöm. Minden évben nagyon sok külföldi vendégünk is van. Most a pandémia ideje miatt nem tudtuk idehívni azokat az országoknak a képviselőit, akik hozzájárultak ennek az eseménynek a sikeréhez, de mégis azért itt van mellettem Sari Handini, aki a Indonéz nagykövetség mellett az ITPC-nek a képviseletnek a vezetője, illetve Andres Munari projekt nevében Brian, aki egy csodálatos ekvádori projektet csinál. Ő tulajdonképpen Budapest és Ekvádor között egy hivatterem. Szeretném megköszönni az Event Groupnak is a segítséget, a technikát ők biztosították, és reggel már 10 órakor 34 ázsiai tervezőnek volt a divat mutatója. Szeretettel köszöntöm én is a globális fenntarthatósági divathét majd egy záró rendezvényének ökodivat bemutatójának a résztvevőit. És hát különösen szeretnék köszönetet mondani és gratulálni a helyszín választáshoz Mányiné Gabinak, hiszen valószínűleg sok helyen rendeznek divat bemutatókat a világban. Talán még ökodivat bemutatókat is, de talán ilyen szép helyszínben az egyik eljutunk el, vagy ritkán jutnak el. Nem szeretnék visszaélni a szójátékkal, de manapság divatos téma a fenntarthatóság és a környezetvédelem, de meggyőződésem, hogy a divatiparban ez nem csak divat, hanem valóságban egy koncepció és egy elhatározás, úgyhogy sok sikert hozzá, jó az irány, ezt tetszik, úgyhogy azt kívánom, hogy ez még sokáig maradjon meg, és hát jó, érezzék jól magukat Bogláron, fedezzék fel a többi kincsünket, mert ott van még a önkilátó, a Szent Erzsébet park a kápolnákkal, tehát azt mondom, hogy vannak még olyan helyszíneink, ami világszínvonalon tudná bemutatni ezt a ökodivat hetet, vagy divat bemutatót. Mindenkinek szép délután, szép estét kívánok, köszönöm, hogy hallgatok, és köszönjük a meghívást a képviselőknek.